A fatimai jelenések számszerűen 6 1917-ben történtek a portugáliai Fatima kisváros közelében. A római katolikus egyház által elfogadott álláspont szerint a szűzanya megjelent három pásztor gyereknek. A hatodik jelenés 1917. október 13-án történt, és a becslések szerint mintegy 70 ezer ember látta. Erről emlékeznek meg Martonoson minden évben, rengetegen zarándokolnak ilyenkor a kis településre, de a helyi hívőknek is fontos ez az ünnep. A helyieknek egy zarándokút. Én, mint a helyi hitoktató, a gyerekeket is bevonom ebbe az ünnepségbe, ebbe a zarándoknapba. A körmeneten ők fogják jelezni az útvonalat. Martonosra 1987-ben hoztak egy szűzanyaszobrot a portugáliai Fatimából. Savelin Zoltán, martonosi plébános úgy gondolta, hogy a környékbeli emberek közül kevesen jutnak el Fatimába, így a szűzanyát ide kérte Martonosra. 87-től még a bánáti püspök úr jött el Becskerekről, fölszentelte szobrunkat, amikor onnan hoztam a fatimai szűzanyaszobrát, és akkor csináltuk meg az első, hát itt a templom kertben még akkor nem mehetünk ki a faluba, illetve az utcára, és akkor itt végeztük el a körmenetünket, és akkor az így terjedt szépen lassacskán, bejöttek az új környékbeli falvakból is a kedves hívek. A Szűz Mária neve római katolikus templom színültig megtelt a szentmisére, melyet az idén Kondé Lajos, a Szeged Csanád Egyházmegye pasztorális elnöke, a szegedi dóm plébánosa celebrált. Nagyon jól tudjuk, hogy a fatimai szűzanya azért arra biztatta az embereket, hogy imádkozzanak a békéért, a megbékélésért, a kiengesztelődésért, és ez ma nagyon aktuális, hiszen látjuk, hogy a világban mennyi háborúság, mennyi nyomorúság, mennyi ellenségeskedés van. Próbáljuk megtalálni azt, ami közös, ami összeköt bennünket, és kérjük a szűzanya oltalmát, segítségét. A szentmisét követően került sor a gyertyás körmenetre. A hívők a zentai fúvós zenekar kíséretével vitték körbe a Fatimából hozott Szűz Mária szobrot a falu központjában, ahol az út mellett álló helyi gyerekek és szüleik égő gyertyákkal jelezték az útvonalat.